Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a VNTV, a vagy Viva Natura televízió kedves nézőit. FAQ adásorozatomban dr. Csicsor János barátommal beszélgettünk immáron másodszor. Egy fantasztikus munkát végzett, a tüskefehérjék semlegesítési protokollját elkészítette, ami tulajdonképpen, hogyha mindjárt a krimiket is a végén szeretem elolvasni, megnézem az utolsó oldalt, és több tucat olyan anyagot összegyűjtöttél a világba, amit mindenféleképpen szeretnénk, hogyha a kedves nézőink nem feltétlen nélkül fogadják el János barátom szavait, hanem igenis felelősséggel, tudatosan nézzetek után, hogy a leírt tények mennyire relevánsak és mennyire elfogadhatóak. Ma nekünk pontosan itt az lesz a célunk, hogy rengeteg dologba pontosítsunk, mert az a kis adásidő nem volt elég erre, és az önöktől tőletek érkezett kérdéseket fel fogom tenni majd Jánosnak. Legelsőbb először is ezt a tüskefehérje kérdését tegyük már helyre, hogy hogy keletkezik oltásból, a szervezetünkből, a vírustól, stb. Igen, én még előbbre mennék vissza, hogy ezt nem én írtam, ezt az anyagot, hanem én lefordítottam. Ezért köszöntem meg ezt a munkádat, mert azért karácsonykor ezzel foglalkoztál, és nem mással. Tehát ugye megjelent ugye a nemzetközi médiában, vagy az online rendszerben ennek a szervezetnek ez az anyaga, amit közreadtak, ugye, és én ezt így lefordítottam. Most nyilván elolvastam, értelmeztem, én ezt egy hiteles dolognak tartom, nyilván én sem tudok mindennek utána járni, ezért, ahogy te is mondtad, mindenkinek a saját érdeke, felelőssége, utána kell ezeknek nézni. És én is sok kérdést kaptam ennek a műsornak a kapcsán, és először ezt kell úgy gondolom tisztázni, mert egy kicsit félreérthető volt ott, ahogy gyorsan pörgött ez a műsor. Ez a felkészületlenségemből adódik, de hát de ezt nem lehet belesűríteni. És tehát, hogy a tüskefehérje az a vírus felületén lévő tapadó korongok tulajdonképpen, amivel a vírus megtapad. És ez kétféleképpen juthat be a szervezetbe, egyrészt magával a vírussal természetesen, illetve ugye az oltások egyik típusa, az messenger RNA-s típusú oltás, itt a messenger RNA-s bekerül a szervezetbe, és az kezdi legyártani a szervezetben a tüskefehérjéket. Tehát így is kerülhet be a tüskefehérje. Illetve van egy harmadik lehetőség is, ez a klasszikus oltás vagy vakcina, amit a kínaiak ki elvileg ilyen, ahol legyengített kórokozót juttatnak be a szervezetbe, ugye ez a klasszikus védőoltás vagy vakcina, és abban is a vírus részekkel együtt a tüskefehérjék is bekerülnek a szervezetbe, tehát több úton is bekerülhet a tüskefehérje a szervezetbe. Jó, itt érdekes volt egy olyan mondat is, hogy amikor ezek már nem aktívak, akkor lerakódnak jobbra-balra a szervezetünk. Igen. Ugye hát azt tudjuk, hogy ez egy kísérleti stádiumban lévő technika, ez a messenger RNA-s, ami egy nagyon jó ötlet, meg hát egy zseniális elgondolás, csak hát ugye még nincsenek meg a tapasztalatok rá. És ugye azt feltételezték, hogy a messenger RNA-s legyártja ezeket a tüskefehérjéket, ez kiváltja az immunreakciót, hogy ezek antigének, és ez kiváltja az immunreakciót, a szervezet legyártja a megfelelő védekező anyagokat, és ezek a messenger RNA-s meg a tüskefehérjék aztán onnantól kezdve el is tűnnek a szervezetből. És most az elmúlt két év azért most már van annyi tapasztalat, világ minden részéről ezek jönnek, és itt is sok itt le van írva ezekben, meg más fórumokon is ezt lehet hallani, hogy ez nem biztos, hogy így van. Tehát, hogy ezek a tüskefehérjék, ezek nagyon nehezen akarnak eltűnni a szervezetből. Tehát ott maradnak, annak ellenére, hogy azt gondolták, hogy ez hamarabb kiürül. De ennek még nincs vége, tehát hogy ez még hova fog vezetni, vagy mi lesz ebből, ezt még nem tudjuk, de ez eddig tény, hogy azért több problémát okoznak ezek a tüskefehérjék, mint gondolták a kutatók ezt az elején. Nagyon érdekes dolog, mert a post-covid szindróma, ami egy új fogalom az életünkben,
Tehát ugyanolyan tüneteket tapasztalunk azoknál az oltatlanoknál, akik átestek a Covidon, mint az oltottoknál, akik esetleg csak az oltást kapták, de még nem estek át a Covidon. Hasonló tüneteket produkálnak, főleg a tüdő elég nagy probléma, igaz, de szív- és érrendszeri problémák, szívvel kapcsolatosan, a hölgyeknél mindenféle premenstrueles fázis, stb. Én ezeket nem tudom pontosan, nem vagyok orvos, de nőgyógyászati problémákról tapasztalnak, és annak, hogy bárki azt mondhatná ránk, hogy oltás ellenesek vagyunk, mi magát a szituációt próbáljuk megvizsgálni, és az egész anyag arról szól, hogyha már átestél rajta, és akkor jönnek a gyakorlati kérdések, akkor milyen módon tudom én azt először is, hogy leírtunk itt nem tudom hány adag van, hogy ezt mindet kell használni, vagy ki kell választani belőle. Kezdjük el. Menjünk sorba. Vagy van-e még valami az elmélettel kapcsolatban, amit akartál? Tehát még nem tudjuk még, mi lesz ennek az egésznek a vége. Az biztosan látszik, hogy ezek a tüskefehérjék, ezek egy kicsit azért úgy másképp viselkednek, mint egy szokványos vírusnak a tüskefehérjei. Uh-huh. Mert hiszen minden víruson van valami taparókorong, vagy valami dokkoló egység, amivel ő megtapad a felületen. Mert ennélkül nem tudna a sejtbe be. Ennélkül nem tud létezni a vírus. Tehát ő ezzel tapad oda, és utána nyomja be a genetikai anyagot ugye a sejtbe, és ott elkezd ez a genetikai anyag, ez egy RNS vírus, a sejtbe elkezd szaporodni a vírus, felépíti magát, és ugye szétrobbantja a sejtet. Tehát ugye, de hát ez minden vírusnál így van. És igen, és ezek a tüskefehérjék, erről is van már az irodalom, meg előadásokban is ez megjelent, hogy ezek azért is ilyen különlegesebb tüskefehérjék, mert ezek kicsit ilyen lektinekhez hasonló hatása van. Ugye a lektinek, ezek a ragadós fehérjéknek is nevezik őket, ezeknek az az ismérve, mondjuk ha bekerülnek már a keringésrendszerbe vagy a vérbe, hogy a vér, a vörös vér, tehát a vörös vértesteket összetapasztják. A lektinek össze, ez a glutáción, tehát a glutinin, például ugye innen van a neve is ennek az egész rendszernek. Ez által fedezték fel a vércsoportokat például, hogy különböző gabonákban lévő lektinek különböző vértípusokra másképp hatnak. Tehát van olyan lektin, ami csak mondjuk az A, vércsoportú embereknek a vörös vértesteit gumancolja így össze, vagy ragasztja össze. Aztán van olyan, akinek csak a B, vagy a nullás. Tehát így fedezték fel a tulajdonképpen a vércsoportokat. Bocsáss meg, ezért van az, hogy bizonyos népcsoportok abszolút indiferens, hogy esznek kenyeret, vagy nem. Így van. És bizonyos népcsoportok meg szenvednek. Igen. Tőle. Meg erre épült egy egész táplálkozási elmélet, táplálkozási rendszer. Ez az érdekes, amit mondasz, mert ugye volt már itt szó, sötét hátterű fényképekről, ahol a vért fotózták, és egyértelműen, hogy tapasztaltuk, megkérdeztük, hogy ki az oltott, ki nem oltott, hogy sokkal több ilyen összetapadt vérlemezkéjük volt, mint az oltatlanoknak, és valószínűleg akkor itt van a válasz rá, hogy ez egy lektin alapú. Igen, tehát hasonló tulajdonságai vannak, mint a lektineknek. Ugye a lektinek közül is rengetegféle lektin van. Aha. Amik a táplálkozással bekerült lektinek csak akkor okoznak problémát, ha kilukadt a bél és kikerülnek a bélrendszeren kívülre. Ugye ezt erről már többször beszéltünk, hogy ez akkor okoz problémát. Viszont ha itt meg a vírussal bekerül, vagy az oltással bekerül, és annak a maradványai ott maradnak a szervezetben, akkor ez egy lehetséges elképzelés, és vannak is erre kutatási eredmények. És ugye ha ez megtörténik, akkor nyilván a hajszálelekbe bedugulnak egy kicsit a hajszálelek, akkor a szívnek nagyobb nyomást kell kifejteni, ráadásul, hogyha még a tüdő is egy kicsit le van terhelve, akkor kevesebb oxigén van, akkor a szívnek még több oxigént kéne, hogy juttasson a testekhez. Tehát sokkal jobban leterheli az embert, a rendszert, és ezért az egyik oka lehet talán annak, hogy aki elkapta a vírust, az azt érzi, hogy elment az energiája, tehát nincs elég erő. Hát nézzük meg
az oltott sportolóknál, hogy micsoda problémákat okozott, tehát nem tudnak az olyan teljesítménnyel úszni, igen, teniszezni, futballozni, hát ezeket, ha nem látják, akkor vakok az emberek. Viszont például a vérhítót én nem láttam ebbe a kis anyagba, pedig mennyire fontos lenne, ha csak nem valamelyik természetes hatóanyagba benne van. Mert én úgy gondolom, hogy ez így közvetve úgy, közvetve benne lesz, mert ugye ha keletkeztek ilyen a hajszálelekben ilyen rögök, akkor hát azokat. De mondjuk, ha ez egy hátsó szívfalában van, akkor az akár tragédiát is okozhat. Hát ott lehet ilyen probléma. Tehát akár két módon lehet ezt, tehát vérhigítóval, vagy olyan anyaggal, ami mondjuk a kicsit megtágítja az ereket, mondjuk egy nitrogénoxid termelődést valami segíti. Jó, tehát az első kérdés, ami jött, hogy ezt a kúrát, bármelyiket, ugye, hogy nem kell az összeset, hanem kiválasztja, igen, hát milyen párosításokban. Hát rengeteg van ott felsorolva, sok nem is, vagy nem is nagyon kapható itt a Magyarországon, vagy az európai környezetben, inkább azokra érdemes koncentrálni, amik itt könnyen beszerezhetők, vagy itt vannak körülöttünk, vagy régóta. Ezek gyakorlatilag egy sincs olyan, ami nem ismert már a népgyógyászatban, vagy a természetgyógyászatban, vagy akár az orvoslásban, hiszen egy csomó olyan anyag is van benne, amit az orvosok ezeket használnak. Ezeket külön-külön kell, vagy együttesen érdemes csoportba használni őket? Hogy látod? Hát az én tapasztalatom, meg az én véleményem szerint olyan 5-6-nál többet nem kell egyszerre használni. Ami tényleg fontos, hogy az immunrendszert erősítsük, az mindennek az alapja. Tüskefehérje ide vagy oda. Hogyha az immunrendszerünk erős, akkor ezek a tünetek sokkal gyengébbek. Tehát egy erős immunrendszer képes a tüskefehérje maradványokat is eliminálni, kiüríteni. Ugye, mert azt mondod, hogy egy ilyen erőtlenség állapot jön létre. Igen. És amikor visszajön az erőlét, a teljesítőképes, stb., na akkor vagyok túl igazán ezen az egész kérdésen. Attól függően oltott vagy oltatlan vagyok teljesítőképesen. Ez így igaz. Hát ahogy én ezt olvastam, meg így látom a híreket, meg így azért figyelem ezt a fejleményeket. Tehát az immunrendszer, ha mondjuk csúcson vagy állatva is nagyon erős, akkor is valahol ezeket a tüskefehérje által okozott ilyen, amik az érrendszert egy kicsit bedújítják, vagy ezeket a fajta tüneteket azért nehéz az immunrendszernek legyőzni, mert az immunrendszer ugye az a legfőképpen neki az a dolga, hogy megvédjen bennünket a külső támadóktól. Ezeket a tüskefehérjéket is ő külső támadónak ismeri fel, tehát megtámadja a tüskefehérjéket, ez egyértelmű, hiszen azért van a messenger RNA-s oltás is, hogy tüskefehérjéket gyártson le, és azt a tüskefehérjét a szervezet megtámadja, és akkor így ellenanyagot termel. Mit szólsz ahhoz, hogy az ellenanyag termelés most nem fogadják el kifogásolhatóknak, hanem csak az oltása megfelelő, pedig az ellenanyag önmagában bizonyítja azt, hogy a szervezet az jól reagál és képes leküzdeni a vírusokat? Hát én ezt nem is tudom. Tehát én erre nem tudok mit mondani. Ez azoknak a felelőssége nyilván, akik ezt ilyen döntéseket hoznak. Nem logikus, minimum. Nem logikus, hogy ez van. Hát ha egyszer védett a szervezet, és erős, és bizonyítottan erős, és véd a vírus ellen, akkor nem nagyon érti az ember, hogy akkor most miért kell ezt beadni. És a gyerekekről még nem beszéltünk, akik egyébként szinte tünetmentesen átviselik ezeket a... Igen, hát az ő immunrendszerük még erős, az ő ereik még rugalmasak, tehát ők ezeket a fajta problémákat sokkal gyorsabban tudják. Hogy nem tudjuk a rövid távú hatásokat érzékeljük, de nem tudjuk a hosszú távú hatásokat, igen, ami például egy gyereknél jelentkezik felnőtt korában. Hát tehát igen, azt még pláne az is, hogy mostanában kezdik ezt erőltetni, hogy a gyerekeket is oltsuk, tehát ott még nincs tapasztalat, hogy annak mi lesz a vége. Ugye, ez még egy-két év múlva. Ez egy borzasztó, ugye, mert egy kísérleti szakaszban lévő oltóanyagot ugye már a gyerekeknek is beadhatjuk, annélkül, hogy tudnánk a hosszú távú eredményét, de ugyanakkor egy ivermektint egyszerűen nem lehet tudni. Azóta is folyik a háború, mióta mi beszéltünk erről, folyik, nem biztos, hogy jó kifejezés volt rá. Elnézést. Olvasom a megosztásokban, hogy
reggel még pozitív volt, tudod, ivermektin fogyasztása követően már délután megváltozott ez a dolog. Na most ez vagy a teszteknek az értelmetlenségét mutatja, vagy azt, hogy az ivermektin igenis képes hatékonyan. Na igen. Hát ezt, én mondom, ezt nagyon gyorsan helyre lehetne tenni. Hmm. És ezt az orvosok, a hatóság tudná helyre tenni, hogy ha ők, ugye egyrészt ezt a múltkor is beszéltük, hogy jogilag sem működik, mert nincs engedély. Attól még adhatnának, vagy elgondolkodhatnának rajta, hogy adnak rá egy ideiglenes engedélyt. De ha ezek az engedélyes rendszerben lévő szakemberek, mert az ő szakértelmüket azért nem vonjuk kétségbe, ha ők úgy látják, hogy nem működik az ivermektin, akkor meg ki kéne mondani, hogy hát hagyjuk már ezt az ivermektint, mert nem működik. De akkor ezt itt kevés azt mondani, hogy nem működik, tehát itt azért valami bizonyítékot mögé kéne tenni, hogy akkor nézzék, itt meg itt be van bizonyítva, hogy nem működik erre a dologra az ivermektin. Ha meg működik, akkor meg még ne lehetne elindítani ezt a folyamatot. Fontos, igen. Igen. Jó, tehát akkor ez volt az első kérdés, hogy meddig kell ez körülbelül ezeket a fenyőfa levél, ugye? A fenyő, igen. Melyik fenyőfa levél? És nagyon jogosan, mert valóban itt csak annyi volt írva, hogy fenyőtű, és hát sokfajta fenyő van, és nem mindegyikről gondolnám én se, hogy jó erre. Én utána néztem, egyet biztosan tudom, hogy az jó, ott benne van a gyógyszerkönyvben is. Ez pedig az erdei fenyő. Megnézem a nevét is, Pinus species. Tehát ez a latin neve. Tehát az erdei fenyő, ez a közönséges erdei az fenyő. Az, amit karácsonyfaként itt osztogatnak? Legtöbbször az, igen. Igen. És tehát ennek a tűleveleiből ez is gyógyszerkönyvbe le van írva, hogy egy teáskanál ilyen tűlevél, másfél-két deci vízbe, és abból csináljunk teát. És ebből a teából 2-3 pohárra a naponta, nem kell tehát több. Hány 15-20 percig forralni, vagy? Hát igen, felforralni, hagyni visszahűlni, 5-10 percig visszahűlni, aztán leszűrni, és akkor ebből 2-3 pohárra naponta. Ez biztosan nem árt. Lehet, én azt nem mondom, hogy más típusú fenyők nem alkalmasak erre. Én ezt találtam, ami azért a gyógyszerkönyvben is benne van, tehát nyilván nem okozhat problémát. Szó volt itt arról is, hogy én feszegettem, nem te hoztad elő, hogy van egy olyan fejlesztésed, ami Immunpro néven van, amire igen, soha nem volt azt írva, hogy ez tüskefehérje. Igen, ez nagy félreértés. Viszont ebben ez a tanulmányban lévő hatóanyagok nagy részét tartalmaz egy készítmény, ami az immunrendszert erősíti. Így van, ez az immunrendszer erősítésére szolgál, nem a, hiszen az épp olyan fontos, mint a tüskefehérjéknek a mondjuk így semlegesítése. Tehát az Immunpro az nem tüskefehérje semlegesítő, tehát ezt mi soha nem is állítottuk meg, nincs is erről szó, meg nem is mondom. Ez egy immunerősítő készítmény, amit próbáltam úgy összerakni, hogy tényleg ezekre a helyzetekre jól működjön. Igen, az egész sztorinak a kulcsa az immunrendszer, mi mindig vissza. És amikor rengeteg autoimmun tünettel produkálunk, akkor el kell gondolkodni, hogy az immunrendszer támogassuk, vagy mindenféle támadó effektusokat. Mi az, amit még ez mellé tudnál javasolni? Hát így mint van egy artemisinin nevű hatóanyag. Ami valamit, mert nem sokat tudunk róla. Igen, adást már csináltunk róla korábban. Azt hiszem, itt is szerepel az artemisinin. Ugye ez az egy nyári örömnek a hatóanyaga, és ez ugye ezért Nobel-díjat kaptak 2010-ben, mert a malária elleni, mint malária elleni hatóanyag, és ez egy nagyon erős antivirális hatóanyag, tehát ez maga a vírus ellen megelőzésként, vagy tehát ez a vírus ellen is működik, tehát az artemisinin az nem a tüskefehérje, nem az immunrendszer, az a vírus, illetve nagyon erős antioxidáns, tehát így közvetve az immunrendszert is erősíti. Egyébként nem kell messzire menni, olyan alap dolgokat állít ez, amit cink, magnézium, C-vitamin, D-vitamin. Azt mondtam, hogy ahogy egy olyan sincs benne, amit ne ismerne a gyógyászat, vagy a természetgyógyászat, vagy a gyógynövény tudomány. Csak azok vannak kiszelektálva, amik erre a helyzetre most eddig, az elmúlt két évben
nagy hatékonyságban működtek. Így van kitalálva, hogy bárki például, mit tudom, Kínába tud krillolajat szerezni, így van, akkor azt használod. Így van. Tehát minden, tehát nem ezeket, tehát ez a másik válasz, hogy nem ezt az összeset kell szedni. Persze, hanem, csak ami ugye a környezetünkben megtalálható, úgy gondolom, mert ugye erről is már többször beszéltünk, hogy ami gyógynövény, ilyen természetes hatóanyagok elérhetőek a környezetünkben, mondjuk a Kárpát-medencében, vagy Európában, az van talán jobban nekünk kitalálva. A kínaiaknak inkább az, ami ott van. Mert mindig ezt mondjuk, hogy annak a helynek a növényeit, gyógynövényeit fogyasztod, ahol élünk. Aha, igen. Így van. Tehát ezeket javaslom előtérbe helyezni. Egy kicsit beszélgessünk Merkóláról is egy kicsikét, ugye? Abban a pillanatban én odaadtam a nagylányomat, aki Amerikában tanult, Angliában tanult, hogy azonnal nagyon kritikusan ezt a Merkólát nézegette, hogy ebbe a egészségügyi világtanácsban ő nem találta, megnézte az összes tagját, igen, illetve a New York Times negatívan nyilatkozott róla, és azt mondtam a drága lányomnak, hogy gondold már végig, hogyha ő azon az oldalon állna, akkor biztos nagyon sok mindent. Most nincsenek oldalak, itt egy oldal van az, hogy az emberiség túlélje ezt az egész fiaskót, meg így hívom ezt az egész dolgot, és ugye ő óriási nagy ellenlába se volt Faucinak, aki ezt az egészet mai napig tartja a kezében, Amerikában és az egész világon generálja, hogy mit kell erről Merkóláról tudni? Mert elég régóta követed a munkásságát, igen, és miért hiteles a számodra? Hát ugye ő orvos, mert ezt is többen így megkérdezték, hogy orvos. Ő orvos, tehát amerikai orvos egyetemen végzett, ott szerzett diplomát, de ő nem sokat praktizált is, de nem sokáig. És egy ilyen integratív orvos tulajdonképpen, ez már nálunk is van, már ilyen, tudom, van ilyen szak, igen, de az orvoson is én úgy tudom, hogy hallottam ilyen legalábbis, hogy ilyen tanszéket elindítottak, igen, integratív orvoslás, tehát olyan orvos, aki nem csak egy szakterületet lát át, hanem az egész képet látja, és egy embernél nem nagyon nagy mélységben, de az egész embert látja. Holisztikus módon. Holisztikus módon, és tudja jobban esetleg irányítgatni, hogy na, neked ez a problémát, akkor menj egy olyan szakorvoshoz, neked ez a problémát, tehát hogy kiszűri a helyre, rakja a tünetekből, hogy milyen irányba kéne őt gyógyítani. Tehát ő egy ilyen irányba ment el, és akkor ő végzett ilyen természetgyógyász, meg ilyen dolgokat is, és hát nagyon régóta van egy cége, és ott egyrészt ugye van egy csomó terméke. Hát érdemes megnézni a termékeit, tehát ha valaki abban hibát talál, én szívesen megkérdezem, hogy mondjál, hogy mi a probléma ezekkel a termékekkel. Meg hát biztos az se véletlen, hogy Amerika leglátogatottabb, legnépszerűbb egészségügyi oldala az övé állítólag. Tehát hogyha nem lennek jók a termékei, vagy nem lenne jó az, amit ő csinál, akkor nem lenne ennyi ekkora követő tábora. Tehát ez azért már csak ez is egy ilyen tény. És hát ő elmondja, amit gondol. És ez nem mindig tetszik mindenkinek. Hát, igen. Egy változó világban élünk egyébként. Én nagyon tisztellek téged azért, hogy ezzel az egész dologgal ide a fényre jöttél. Mert aki a fényre jön, azt elkezdik dobálni néha paradicsommal. Én nem, hogyha van is ilyen, én nem tudok rájuk haragudni. Hát most, mindenki végezze a dolgát. Igen, nekik, ha neki az a dolga, hát akkor az a dolga, hogy csinálja azt. Volt egy ilyen... Nem, tehát bennem így se harag, sosem ilyen nincsen. Teréz anyáról volt egy sztori, hogy mindenkit megmentett, aztán jót akart az embereknek, majd oda ment a prostituálthoz, és a prostituáltnak is adott egy ruhát, ráhúzta, megetette, és ezért a prostituált leköpte Teréz anyát, és azt mondta, jó van lányom, mindenki tegye a dolgát, az én dolgom az, hogy segítsek az emberek, te meg az, hogy köpködjél rám. És ennyit szerettem volna a sztoriról elmondani a bérköpködőknek. Továbbra is egyébként egyrészt gondolom a ti cégetek weboldalára nem raktad ki ugyanezt az anyagot, hogy elérhessék? Nem, mert nem, nincs ilyen felületünk, ahol az ilyeneket. Aha. Jó, a VNTV ha valaki így kéri tőlem, sokan van, akkor azok elküldöm. Én elküldtem
civilek a tisztellátási oldalba beütött, ugyanúgy megtaláltak ezt az anyagot. A mi oldalunkat mióta kiraktuk, folyamatosan támadják, nem tudom miért, kinek jó ez, de ott is még tovább is elérhetitek ez a VNTV-nek, ugye nem csak a YouTube-on vagyunk mi fönt, hanem van egy saját weboldalunk, ahol az összes filmet egyébként archiválva megtalálhatjátok. És azt mondom, hogy ez a téma annyira dübörgő, tudjuk, hogy mögötte sokkal nagyobb politikai mizéria van, ami egyébként el fog dőlni hamarosan, mert azt nem lehet, hogy embereket úgy vigyünk kísérleti nyúlként bárhova is, hogy ennek ne legyen következménye. És egyre több lelkiismeretes orvos Magyarországon is felemelte már a szavát ez ügybe, és nem lehet ezeket a hangokat, nem hallják meg azok a... És azoknak az orvosoknak teljesen igazuk van, mindegy melyik oldalon állnak, hogy egy ilyen kérdést, ami az egészségen, az emberek egészségén, ez egy szakmai kérdés. Ne politikusok döntsenek abba, hogy most mit csináljunk szakmailag, amikor ezt szakembereknek kéne eldönteni, és persze korrektül ütköztetni a véleményeket. Tehát legalább olyan... Pro és kontra, el kellene mondani mindenkinek a véleményt, és akkor létrehozni egy megoldást, ami ezt a lehetetlen helyzetet megoldja. Biztos, hogy nem a politikusok fogják ezt megoldani, ezt csak szakmailag lehet megoldani. Illetve nagyon jól tudjuk, hogy a politikusok olyan erőket szolgálnak ki, ami nem is az országunk körébe tartoznak. Most ugye azt mondják, hogy mi a különbség a Conteo és az igazság között, hát mondjuk 2 hónap, igaz? Mert amit ma még Conteónak mondja, 2 hónap múlva tökéletesen kiderül, hogy az volt az igazság, tehát hogy azok hát meg az nem ember... is kell messze menni, ugye? Ott van a Semmelweis Ignác esete. Hát, annak idején köpködték, igen, rúgdosták, és hát most meg az egyetem róla van elnevezve, tehát igen. Ott, ahol olyan embereket képeznek, ugye, ami a gyógyszergyárak receptúráit kiszolgáló kis receptíró diákokat képeznek, tehát itt valamit nagyon gyorsan meg kell változtatni. Igen. Nem csak itt, hanem más. És én azt kezdtem el mondani, hogy a drága politikus azért nem tud önálló döntéseket hozni, mert már itt évtizedek óta nem ők hozzák a döntéseket. Ők csak előadják azokat az üzeneteket, ami sokkal nagyobb szervezetek, mint egy gyógyszerlobbi, vagy bármi, ami az egész világot irányítja, ők képviselik, de nekik föl kéne állni, mert ők a mi megválasztott, felkent képviselőnk, és nem lehet az, hogy amit elmondtál, hogy itt, ha emberellenes dolgok derülnek ki nagy tömegben, már pedig a mellékhatások miatt igenis ezt el kell fogadni, akkor ha ők a mi felkent, választott képviselőink, ugye gondolkozzunk el azon, hogy maguknak miért nem kötelező az oltás, mi meg be kellett, hogy oltassuk magunkat, akkor itt nagyon gyorsan kell konszenzus, mielőtt az érzelmek nem oda vezetnek, hogy más megoldás legyen ebben az országban. És látjuk a környező országokban, illetve nem látjuk, mert a mainstream ez nem közvetíti ezeket a megmozdulásokat. De Magyarországon is elkezdődött valami, de nem az az út, hogy egymást bántjuk, vagy bármiféle probléma legyen. Semmiképpen ezt, hát miután ez egész bolygóra kiterjedő történet, tehát csak Magyarországon van ez. Itt most már azt mondom, hogy ezt még itt most már az is kevés lenne, hogy mondjuk Magyarországon a szakma tisztázza, ezt a kérdést tisztába teszi. Az is kevés most már, hiszen olyan nyomás alatt lenne akkor minden, hogy ez valahogy most már elénk van téve ez a helyzet, ez bolygó, vagy világszinten. Szerinted miért a fehér raszt támadja ennyire ez a dolog? Ugye elmentem Afrikába, mosolyogtak ezen a koronavírus kérdésen. Elmész Indiába, tehát ott óriási számokat mondtak, de a lakossághoz képest az nevetségesen kevés volt, és ugye Kína se tud már a koronavírusról, tehát ők már rég túltették magukat, és a fehér azt mondja, mindenféleképpen 7., 8., 10. hullámmal próbálják kezelni, és finoman szóltam a kezelést. Hát ugye ez az, amit még nem tudunk még. Sejtések vannak, sokan sokfélét mondanak. Én remélem, hogy valahol egyszer észhez tér a világ, és még az utolsó pillanat előtt valahol meg lehet ezt állítani. Mit szólsz az a gondolathoz, hogy igazából a fehér ember, a fehér az, aki a legtöbb javadalmát felhasználja a Földnek, a legtöbb szemetet, a legtöbb szennyező anyagot ő termeli, és egyszerűen nincs megállás az ő expanziójában, és valamilyen módon
ilyen módon kellett véghez. Hát ez is egy lehetőség, hiszen ha belegondolunk, ez az úgynevezett technikai civilizáció, ami most uralja az egész bolygót, ugye, ami az elektromos áramon alapszik, tulajdonképpen a végondoljuk, ez hát, elektromos áramnak a kultúrája. Hát az olajon, de szerintem ha az áramot lekapcsolnák, az nagyobb probléma lenne, mint de a világ nagy részén még, például Afrikában, hiába lenne szolárrendszer, nem látom, hogy elterjedt volna. Igen. Hanem olajból csinálják az áramot. De a technikai civilizáció az ugye az úgynevezett művelt nyugaton van, meg Amerikában. Igen, tehát itt ebben a világban, itt az elektromos áramon alapuló kultúra ez tulajdonképpen, szerintem. És hát, hogy ez merrefele vezet, ezt azért látjuk itt a robottechnika, hogy nincs szükség az emberre, de ezt a fehér ember hozta létre. És a fehér ember ment el Amerikába kiirtani az indiánokat, meg a fehér ember ment ide meg oda, és mindenhol helyet csinált magának, kirabolta az erőforrásokat, az a nyersanyagokat. Tehát, és már nincs hová menni. Igen, illetve mehetnének még Oroszországban, de azt meg a Holdra, meg a Marsra, meg nem tudom hova. De akkor ezzel valahogy ez tényleg úgy lenne akkor korrekt, hogy ezt a fehér embernek kell helyrehozni. Na most ugye a németeket most mindenki hülyék ezek, hogy erőműveket, de ezek az első lépcsők. Tudod azt, hogy mondjuk a maszkkal meg a tesztekkel mennyi szennyezés nem kell, most ne beszéljünk. Igen. Igaz, de az, hogy mi mennénk oda-vissza, hogy egy darab papírba csomagoljuk a felvágottat vagy a zöldségeket, és ne rengeteg, kibontasz egy ekkora zacskó, kiveszel be kétszeret sajtot és eldobod, és folyamatosan hegyekbe termeljük a szemetet. Ennyi szemetet, igen. És ezt mind mit teszünk? Többen megjósolták már, hogy ez a kultúra a szemétbe fog belefulladni, és hát haladunk is ebbe. Ha belegondolunk arra a műanyag szeméthegyre, ami a Csendes óceánon van, egy ilyen kontinensnyi, 200-300 méter vastag. Ugye azért nem terjed onnan el, mert valami örvénybe zárta, egy ilyen örvénylésbe van, és ott van, de ott van. Tehát a kifogott halakban nem csak a rengeteg nehézfém szennyezés van, hanem ott van a gyomrukban, a maszkkal etetjük a tengert. Hát ugye ez a sok maszk, ez rengeteg műanyagot termel, és hát ugye ez van egy ilyen új tudományág most már, ez a mikroműanyagok. Tudom, amit ki se tudnak szedni. Igen, és ez megint úgy tűnik, hogy ez sokkal nagyobb probléma, mint gondoljuk. Hát sokan foglalkoznak ezzel Magyarországon is ilyen kutatási, meg egyetemi szinten, hogy a vízbe, a levegőbe ott van, és ezek olyan kis nanorészecskék, amiket nem is látunk, nem is tudjuk, hogy van, és ez bekerül a szervezetbe, és bizony ott sok problémát fog okozni. Hát odáig elmegyek, itt volt Földes doktor, megtaláljátok az adást, hogy ők a finomított sót vizsgálják, és a só eloldat, és üveg szemcséket tesznek a sóba, tudod, ami utána az emésztőrendszeren keresztül, hogy nem mondjuk el az érfalakkal, amit csinál. Igen. Olyan az ember, hogy egyszerűen pusztítja magát, és a fluorozott víz, a bromozott víz, minden ott van. A gyerekeknek Amerikában kötelező fluorozott vízet inni, meg mit tudom én, tehát eszméletlen. Na mindegy, ez az adás nem erről szól. Igen. Arról szerettük volna meggyőzni az embereket, hogy legalábbis az én motivációm az, hogy János barátom azért van itt, mert nagyon megbízom benne, az ő szakmai tisztessége az nekem nagyon sokat jelent. Köszönöm. Aki ismeri őt a szakmában, az tudja, hogy ő csak olyat jelent, ki olyan dolgokat fejleszt, amiért a szíve, lelke és a tudása ott van. Nyugodtan lehet őt bántani, majd a kedves nézők meg, illetve akik ezeket az anyagokat megfogadták és felhasználják a tudását, azok majd eldöntik azt, hogy mi volt az, amit most átadtunk önöknek, nektek. Merkur urat én is személyesen, bár nem ismerem, de az írásait nap mint nap tényleg csoda dolgokat tesz ki, és nem csak nálunk indult el ez a másképp gondolkodás, hanem a világ összes országában, és ezek az erők egyszer össze fognak élni. Ez a világ vagy kipusztul, vagy változik, de mi a változásra fizettünk be. Nagyon köszönöm, hogy reménykedünk ebben. Illetve teszed is érte, és nagyon sokan vagytok már, akik így vannak. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Vivanatúr a televíziót, VNTV-t láthattatok. Viszontlátásra. Köszönöm, János, itt voltál. Én is köszönöm.